Sziasztok és üdvőr a csatornán, én Panni vagyok, és ez egy kedvences videó lesz. Igazából nincsen egy konkrét időponthoz kötve, mert tényleg már vége van egy ideje, viszont a tavasz még csak most kezdődött. Szóval ez igazából az elmúlt időszak random kedvenc dolgai lesznek. Amúgy is elég rég volt már kedvences videó, úgyhogy gondoltam, hogy itt az ideje egy újabbnak. Kezdem a legjobbal, aminek a legeslegjobban örültem ebben az elmúlt időszakban, ami nem más, mint egy Daniel Wellington karóra. És a márka volt olyan kedves, hogy küldött nekünk, nekem és Lidának is, egy-egy darabot a legújabb kollekcióból. Nem is a legújabb kollekcióból, hanem ez egy új karóra tulajdonképpen, szóval ilyet még nem is gyártottak soha, ilyen fémszíjasat. Úgyhogy ez az első, ami ilyen elegánsabb fajta, és választhattunk ezüst és rose gold közül, mind a ketten ezüstöt választottunk, én egy fehér óralaposat, Lina pedig egy feketét, és hát egyszerűen imádnivaló, nagyon-nagyon szeretem, és ahogy látjátok, gyönyörű, szép, szóval ezt még egyszer nagyon köszönöm a cégnek, és valószínű, hogy életem végig hordani fogom minden egyes nap. Akkor folytatom a sminktermékekkel. Szóval vettem két palettát, az egyik a Sleek-nek egy ilyen, mi is ennek a nevem? Enchanted Forest nevű szemhéjpúder palettája, és igazából eddig ugye, hogy aki esetleg tudja, azt tudja, hogy amilyen szemhéjpalettáim voltak, az eddig egy Naked hamisítvány paletta, volt még egy, vagyis van még egy Catrice-es, egy Maybelline-es, és még egy talán Miss Sport is, vagy nem is tudom, de azt nem használtam már egyáltalán kb. Két éve. És ez volt az első, úgymond, ami ilyen másabb, szóval nem nucinek vannak benne, hanem ahogy látjátok, van benne bordó, kék és zöldes árnyalatok is, valamint ilyen arany. És főleg azért vettem meg, mert szerettem volna egy kicsit ilyen extrásabb sminkeket csinálni, és eddig mindig csak ezek az ilyen nucinek, meg kicsit rózsaszínesebb árnyalatok voltak. Ami nagyon meglepett a palettában, ami szerintem ami normális kéne, hogy legyen, csak még nem volt soha egy rendes, egy igazi rendes, jó minőségű palettám, az az, hogy mennyire pigmentált, és hogy mennyire jó minőségű. Egyszerűen le voltam hidalva tőle, és annyira jó volt ezt használni, igazából annyiszor még nem használtam, ez ilyen buli sminkekhez jobb úgymond, de például a múltkori videóban is egy ilyen piros sminket szereltem, mert a piros smink annyira tetszik, nem is tudom, hogy miért, de nagyon-nagyon megfogott, és most is egy kicsit ilyen piros a szemem, de lehet, hogy nem látszik. Szóval ebben nagyon szép bordó árnyalatok vannak. 1, 2, 3, 4 matt van benne, és a többi csillámos, úgyhogy ez tényleg inkább ilyen extrémebb sminkekhez való. És ezen felbuzdulva, hogy van jó minőségű paletta is, vettem a Mamutban, a Rossmanban egy ilyen Revolution palettát, ami viszont szintén nude árnyalatú, ahogy látjátok, vannak benne mattok, és vannak benne fényesek is, és ennek is nagyon jó minősége, tehát mostantól szerintem csak ezt a kettő palettát fogom használni. Egyébként a korábbi Maybelline-esem is jó, de ezek valahogy jobbak. És ha már Maybelline-nél tartunk, van két Maybelline-es kedvencem is. Volt egy Maybelline-es esemény, ahova elmentünk, és ott kaptunk egy ilyen kis csomagot, és ebből a kis csomagból a kettő kedvencem, ez a szempilla spirál, aminek az a neve, hogy The Colossal Big Shot. Már van több hasonló ilyenjük, ez a The Colossal spirálok, de én még soha nem vettem, és köszönöm, hogy ingyen kaptam ezt, kipróbáltam, és nagyon-nagyon jó, nagyon bevált. Az én szempilláim iszonyú problémásak, mert rövidek és egyenesek, úgyhogy nekem mindenképpen olyan szempilla spirál kell, amitől hosszabbak lesznek, és amitől felfele ívelődnek, és ez tökéletes erre, úgyhogy nagyon-nagyon bevált. Valamint egy másik, ami szerintem iszonyú jó termék, az egy ilyen szemöldök zseli, az a neve, hogy Brow Precise Fiber Filler, aminek az a lényege, hogy vannak benne ilyen kis mű szemöldökök. Én nem is tudom, hogy ez így hogy van, de hogyha ezt így kihúzom, akkor látszanak rajta, hogy mintha szőr lenne belekeverve. És kicsit így bizarr belegondolni, mert ahogy ott elmagyarázták, azt mondták, hogy a szemöldök úgy illeszkedik, hogy ahol hiányzó szálak vannak, ott az kitölti. Én nem értem, hogy ez a logika ez így honnan ered, vagy hogy ezt kitalálta ki, mert eléggé ilyen meredek ötletnek tűnik, de beválik. Nagyon-nagyon jó színezet, úgyhogy általában ezzel szoktam csak megcsinálni a szemöldökömet, és a helyén marad egész nap. Úgyhogy köszönöm a Maybelline-nek.
Szóval aztán az utolsó szépségápolás kategóriába tartozó termék, azt szintén küldték nekünk, elég sokszor küldnek nekünk termékeket, de ezeket általában videóban nem rakjuk be, viszont hogyha valami megtetszik, akkor azért továbbadom nektek is. Ez pedig nem más, mint a Mark Face and Body Scrub, vagyis arc és test radír. És ez szerintem egy nagyon-nagyon perves termék, mert már amikor az e-mailt kaptuk, akkor is elperejben írtam, mintha a testradír írta volna az e-mailt. Ilyen sziasztok, Mark vagyok, ilyesmi. És az egész leírása, hát én nem is tudom, hogy ez milyen féle marketingfogás, de nekem nagyon-nagyon bizarr. Hát így kicsit nehéz elvonatkoztatni attól, hogy ez egy férfi, és hogy vele dörzsölöm be a testem. De meglepően jó volt. Én úgy gondoltam, hogy eddig nem annyira használtam testradírokat, mostanában sem nagyon fog, viszont ez meglepett. Ez teljesen meglepett, a leírás szerint tele van természetes alapanyagokkal, tehát semmi nem természetes nincsen benne, kávé alapú, tehát hogyha kinyitom és beleszagolok, akkor olyan, mintha egy zacskó kávéba szagolnék bele, és az állaga is olyan, mintha belerakhatnád simán egy kávéfőzőbe, és kávét főzhetnél belőle, de nem főzhetsz belőle kávét. És többféle illatban van, vagyis nem tudom, hogy egy ilyen adalék van-e, vagy csak az illata ilyen. Én kókuszosat választottam, mert a kókusz az életem, és fú, nagyon-nagyon durván jó. Elég drága, azt megnéztem, viszont annyira durván puha lett tőle a bőröm, hogy szerintem életemben még nem volt ennyire. És elég gusztustalan, mert olyan, mintha ilyen sárral kenegetném magam éppen a zuhanyzás közben, és minden ilyen barna lucskos lesz, de simán le lehet mosni, szóval ez nem gond. De annyira durván jó illata van, és annyira durván puha lesz tőle a bőröm, hogy én gondolkodtam, hogy lehet, hogy majd veszek egy ilyet magamtól is. Térjünk át a ruhadarabokra, méghozzá. Igazából rájöttem, hogy ez a kedvences videó kb. Olyan termékekből áll csak, amiket nem is én vettem, de tényleg néha küldenek annyira jó dolgokat, hogy a kedvencemé válik, szóval ezzel nem tudok mit tenni. Például, amit nem is küldtek, hanem nyertem ugyebár az Adidas eseményen, a legutóbbi videóban volt rajtam, ez a pulcsi, amit rengetegen kérdeztetek, hogy honnan van, mint hogyha nem lenne egyértelmű, hogy Adidasos, de nyilván arra gondoltatok, hogy melyik üzletben vettem. A Váci utcában volt ez az esemény, és ott nyertem, ott választottam ki. Amúgy elég drága, úgyhogy nem hiszem, hogy bárki amúgy meg szeretné venni, de ez nagyon én a kedvencem lett, mert szerintem tök egyedi és tök menő, hogy Adidasos, és amúgy is akartam már régóta egy olyan pulcsit, ami nem hosszú, hanem ilyen crop, hogy lehessen felvenni szoknyával is, vagy high-waisted nadrágokkal. Egyébként pedig nem pulcsi, szóval annyira vékony az anyaga, hogy ez nem pulcsi, de részletkérdés. És még két termék, ami ruha, és a kedvencem lett, az nem tudom mi rajta. Azok sportcuccok, a MyProtein küldött nekünk sportcuccokat, amiket mi választhattunk ki, és ezek közül kettő kedvencem lett. Az egyik az egy sportmelltartó, ami így néz ki, ilyen fekete, sima, nagyon-nagyon kényelmes, és mert meglepően kényelmes ahhoz képest, hogy nem próbáltam fel előtte, hanem online rendeltem. Szerintem teljesen jó, és ehhez rendeltem egy ilyen felsőt is, ami sötétkék felső, egy nagyon mély új kivágása van, de szerintem tök jól néz ki, hogyha alatta van egy sportmelltartó, és én igazából annyira nem vagyok sportos típus, tehát nem azért vettem, hogy akkor ebből fogok sportolni, pilátesre szerintem tök jó, de inkább azt tetszett meg, hogy nyáron ezeket tök jó lesz majd hordani, mert lenge és nyárias is. Két utolsó kedvencem pedig két napszemüveg, amiket Héditől vettem a gardróbvásáron, ugye oda mentünk Linával, ez volt kb. Egy hónapja, és miután sikeresen eladtam két napszemüvegemet, gondoltam, hogy be is pótolom a hiányt, úgyhogy megvettem ezt a kettőt Héditől egy-egy ezresért. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, mert imádom őket. Ez ilyen márvány mintázatos és tükrös a lencséje. Ennek is egy kicsit tükröződős a lencséje, de egyébként ezt nem hívnám napszemüvegnek, mert annyira nem sötétít, viszont iszonyú jól néz ki, úgyhogy mind a kettőt nagyon szívesen hordom, és a kedvencemek lettek. Azt hiszem, hogy ennyi egyébként. Tehát ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek, és a linkeket megtaláljátok a leírásban bármihez, ami esetleg meghozta a kedveteket. De.
Remélem, hogy szép hetetek van, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!